Ezüstéremmel zárta a világbajnokságot a magyar válogatott, amely azzal a céllal utazott Franciaországba, hogy bekerüljön a legjobb nyolc közé. A nyitányon ugyan két pontos vereséget szenvedett az oroszoktól, a Károly Andrea, Jakab Máté edzőpáros által irányított csapat, a folytatásban azonban a kirgizeket, a németeket és a kazakokat is magabiztosan verték Papp Klaudiáék. Szerdán pedig az egyenes kieséses szakaszban egészen a döntőig menetelt a magyar válogatott. A negyed döntőben először egy olyan csapatot vertünk meg, aki úgy gondolom, hogy egyének lerevontva jobb játékosokból áll, mint a mi csapatunk. Majd utána az ukrán csapatot vertük meg a döntőbe jutásra való mérkőzésen, akik szintén egy nagyon fizikális, jól összerakott és masszív szerkezetű csapat volt. De a lányaink úgy gondolom, hogy csapatként küzdöttek, és elhitték, hogy meg tudják nyerni mind a negyed döntőt, mind az elődöntőt. Utána az oroszok ugye következtek a fináléban, akik közül egy Euroligában játszik, másik három pedig Európa kupában edződik, így bár némi sanszunk az elején volt, de igazából a végén győzelmi esélyekről nem lehetett beszélni. De nagyon-nagyon örülünk a szépen csillogó ezüstéremnek, igazából fehér aranyként fogjuk fel, és semmiféle csalódottság nincs a lányokban, nagyon-nagyon boldogok és büszkék. Büszkén viselik az ezüstérmüket. A nyíregyházi kosárcsuli játékosa Papp Klaudia 21 ponttal járult hozzá az ezüstérem megszerzéséhez. Az irányító is maximálisan elégedett az elért eredménnyel. Még mindig nehezen fogom fel, hogy vagyunk a világbajnok második legjobb csapata. Eszméletlen jó érzés, nagyon-nagyon örülünk neki, de tényleg még egyszerűen nem tudjuk felfogni észrejelnek, hogy mit értünk el együtt. A válogatott csütörtökön Andorrába utazott, ahol a hazaiak mellett a németek, az észtek és a törökök ellen játszik Európa-bajnoki selejtezőt a magyar együttes.